Már a mérkőzés első percében megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, azonban Fodor beadása után sem Papucek, sem olá nem tudott a cigándi kapuba találni. A folytatásban egyszerű volt a képlet, a kisvárda támadott, a vendégek védekeztek, még pedig jó ideig eredményesen. A jég a 40. percben tört meg, amikor a meccs közben a bal oldalról jobb oldalra átvezényelt Talabér jobb külsővel kilőtte Bákonyi kapujának jobb felső sarkát. Az újabb találatra három percet kellett várni, egy labdaszerzés után Fodor András baloldali beadását Szabó Péter kapásból lőtte a kapuba. Szünet után a cigándia jöttek a szorításból, így viszont több helyzet adódott a hazaiak előtt, a harmadik gól azonban nem akart megszületni. Egészen a 80. percig, amikor a csereként beálló Erős Gábor a kezdőkörből kilépve észrevett, hogy Bákonyi kint áll a kapujából, és 40 méterről a kapuba ívelte a labdát. Én úgy érzem, hogy lendületesen jól játszottunk, ha bár a védelemben volt néhány olyan, olyan, lassabb megmozdulás, ami a fáradtság miatt érthető volt, és nem tudtunk olyan, olyan gyorsan oldalakat váltani. Én azt gondolom, hogy az első fél időben semmi esélyt nem adtunk az ellenfélnek, a másodikban pedig a 2 0 vezetésünk után mi ebben visszaálltunk, és próbáltunk a pálya középső tér felé már nem elő-fölül presszingelve labdát szerezni, hanem a saját térfelünkről egy mélységi kontrákat indítani, erre hoztuk be a Gosztonyét is. Sajnálom, hogy ebben a már fél időben csak egy gólt szereztünk, azt is az erős Gabinak az egyéni képessége hozta. Nem tudtuk végigjátszani, illetve amikor végigjátszottuk, az utolsó pillanatban rossz döntéseket hoztunk, nem tudtunk gólokat szeretni. Akkor kellett volna még négy gót gólt szeretni, sokkal korábban megnyugtatott, illetve egy nagyobb különbségű sikert is arathatunk volna. Ezen kell változtatnunk a közeljövőben. A vendégek szakmai igazgatója csapat a visszafogott játékában látta a vereség Sajnos a játékosok nem tudom, féltek játszani. Vártak, hogy kivárnak valami 0 0 és utána elkezdünk focizni. Nem tudtuk megtartani a labdát, is, így nem lehet gólt elérni. A parádés gólszerző Erős Gábor örül annak, hogy a legutóbbi fordulóban megtalálta gólövőcipőjét, de a csapatkapitány szerint mindegy, hogy a csapatból kitalál az ellenfél kapujába. Többször említettem, hogy nem az a fontos elsősorban, hogy kiszerző volt. Én úgy gondolom, hogy rendkívül erős keretünk van, és mint ez megmutatkozott ma is, rengeteg olyan játékosunk van, aki képes gólt szerezni. Idáig sajnos nekem nem ment, szerencsére az utolsó két forduló már betaláltam, reméljük, hogy azért marad még a folytatásra is. A forduló további eredményei a következők Soroksár-Zalegerszeg 1-2, Budajos-Moson-Magyaróvár 0-2, Grosics Akadémia-Dorog 1-0, nyíregyháza Spartacus 3-5, Sopron-Szeol 1-1, Balmazújváros-Siófok 0-1, Puskás Akadémia-Csákvár 1-0, és Szolnok Vác 1-2. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakuszál 20 ponttal megelőzve az egyaránt 17 pontos Kisvárdát és Puskás Akadémiát. A Kisvárda vasárnap a Csákvár otthonában lép pályára.